2021 márciusában vagyunk, az Artus kapcsolótérben, és az Artus lakóinak a kiállításán. Én Révész Szemese művészettörténész vagyok, és mögöttem Nagy Géza hangyásza van éppen összeomlóban. Odakint robban a tavasz, és itt ezek a művek valami módon reflektálnak, talán kicsit erre a robbanó tavaszra is, meg erre a különös helyzetre is. Mert hogy a művészek akkor is dolgoznak itt a kapcsolótér műtermeiben, vagy máshogy behúzódva a biztonságos otthoni műtermekben, ha éppen tombol a vírus. És láthatóan ez a kiállítás valamiféle termését mutatja be az elmúlt éveknek. Abban a teremben, amit itt látunk, a kiállítás készítői olyan műveket válogattak össze az Artus lakók alkotásaiból, amik valami módon a természetre, a naturára utalnak. Másik teremben, amiben majd szintén bekukkantunk, ott meg talán inkább a művészi koncepció az, ami érvényesül. A természetnek különféle szegmenseit, ábrázolás módjait láthatjuk itt viszont. Fischer Balázs művén, ami ott mögöttem látható, fényfoltok, árnyékfoltok vibrálása jelenik meg ezeken a kicsi képeken. Egyébként ő Váli Dezső tanítványa is volt többek között egy szabadiskolában, és ezek a füstös, félhomályos hangulatok tükröződnek a képein is. Mögöttem Nádor Tibor nagyméretű, diptihonszerű vászna látható. Róla tudható, hogy sokat utazik, kirándul, és kifejezetten a természet közvetlen élményeire reflektálnak a művei, Vértesre, Aktelekre, Balatonfelvidékre. Ez az absztrakt gesztusos vászon valami módon a föld geográfiai rétegeit idézi meg, nagyon pasztózusan, erőteljes színekkel és gesztusokkal idézve meg azt az organikus növekedést vagy változást. Mellette Csató József képe látható, ami egy kirobbanóan színes, életteli vászon. Azt sem lehet biztosan tudni, hogy amit látunk a képen, azok vajon növények vagy állatok. Valamiféle átmeneti létformát képviselnek a kettő között. Organikus teremtmények, popos színekkel, ahogy Csató vásznain egyébként is egy nagyon sajátos humor és derű érvényesül is, játékosság, ami egy kicsit ellentétben is áll talán a Nádor Tibor komoly, a föld mély rétegéig vagy gyökeréig ható komoly filozofikus gondolataival, tehát egy ilyen játékos, félabstrakt, félfigurális tombolás az, ami Csató vásznain megjelenik. És ehhez a játékossághoz kapcsolódik Nagy Géza hangyásza is, amit itt a bevezetőben említettem. Nagy Géza szobrai egyébként itt az Artus terében máshol is föltűnnek. Az utóbbi években ő egy ilyen nagyon egyedi magánmitológiát teremt képzeletbeli lényekkel, valamiféle bestiáriumot, hatalmas állat alakokkal. Ez a brazil hangyász, a cím szerint ez ugyanis egy brazil hangyász, ez itt a szoborként fából kifaragva jelenik meg, egy ilyen fura pozícióba, amiről nehéz eldönteni, hogy támadó vagy éppen összeroskadó figurát látunk-e, és a fa felületét részben páncélszerű vért fedi. Brazil hangyászról én eddig nem sok mindent tudtam, kicsit utána néztem, és kiderült, hogy ő egy nagy, puha, szőrös állat, tehát páncért sosem viselt, még annyira sem, mint Dürer rinocérosza. És ez a páncélzat tehát a fantázia szüleménye, és a brazil hangyászról még azt is megtudhatja az, aki utána néz, hogy egy nagy testű ritka állat, aki első pillanatra nagyon bájos teremtménynek tűnik, ám ha földhídik, akkor még embert is öl akár. Tehát egy fura
fantázia lény az, aki itt Nagy Géza műterméből kimászott ide az Artus terének a középpontjába. Általában a tárlatra jellemző és az Artus művészeire is, hogy különböző kifejezési módokat, stílusokat, műfajokat képviselnek. Ezen a kiállításon is láthatunk szép számmal festőket is, de vannak a kiállítók között szobrászok, konceptuális tárgyalkotók, sőt látni fogjuk még, hogy iparművészek is. A másik szobrásza ennek a térnek, Rabócki Judit, aki az elmúlt években egy nagyon jellegzetes figura csoportot alkotott, teremtett, az ő teremtményei drótból hajlított figurák, acélhúzalokból hajlított alakok, akik hihetetlenül dinamikusak, robbanékonyak, az ember életszerű méreténél, tehát az életnagyságnál valamivel nagyobbak ezek a figurák, és olyanok, minthogyha a vázlatrajz dinamikáját utánoznák, vagy idéznék meg ezek a húzalok, minthogyha a mozgás erővonalai dolgoznának tovább a szoborban, mintha a bronzszobor puszta váza kelne itt életre. Rabócki Judit figurái sokszor színes húzalokból, drótokból épített, nyújtózkodó, akrobatikus lények. Ezúttal egy nagyon izgalmas és egyébként félig meddig Rabócki Judit védjegyévé vált pozitúrát látunk, egy olyan alakot, aki a lábai közt visszanéz, és valami olyasmi címe van a szobának egyébként, hogy önszülő, tehát egy kicsit ilyen kozmikus jelképé avatja ez a különös mozdulat, ezt a figurát. Mellette két olyan kép látható Varga Virágtól és Knyihár Bencétől, amik szintén a naturára, a természetre utalnak. Varga Virág képe egy nagyon lírai természetszemléletet közvetít. Egy kert képe ez, ahogy a cím mondja, bentről kifelé, majdnem, hogy az klasszikus impresszionizmusra emlékeztető, a finom fény árnyék hatásokra, valőrökre érzékeny látásmód ez. Knyihár Bence képe pedig, aki pár évvel ezelőtt végzett a Képzőművészeti Egyetem festőszakán, szintén a természet motivumaira reflektál, ezekkel a szóródó, prizmatikusan megtört levelekkel, de őt izgatják a kép rétegek, tükrözések, egymás mellé helyezett kompozíciók dinamikája, kompozicionális is színbeli dinamikája, tehát bizonyos értelemben sokkal konceptuálisabb jellegű mű ez, mint Varga Virágnak, a nagyon poétikus természetszemlélete. Ennyit tehát erről a teremről, ahol valami módon különféle reflexiókat látunk a minket körbevevő tájra, természeti környezetre. A másik terem viszont ennél sokkal összetettebb módon, konceptuális módon reflektál témákra. Az a mű, ami mellett állok, egy kicsit különbözik talán a legtöbb itt látható alkotástól, amik jellemzően nagyméretű olajfestmények, plasztikus művek. Forrai Ferenc tervezőgrafikusként tagja ennek az Artus művészcsoportnak, és amint az önvallomásából kiderül, a geometria és a geometrikus konstruktív formák szerelmese a tervezőgrafikai munkáira egy nagyon letisztult, konstruktív, élénk színekkel dolgozó látásmód jellemző. Ez a munkája olyan, mint egyfajta konceptuális tervezőgrafikai munka, ha lehet ilyet mondani, bár a két fogalom az majdnem, hogy paradoxon egymás mellett. Nézőpontok a címe, voltak éppen ugyanaz a látvány tárul elénk mindhárom képen, és csak a szöveges magyarázat az, ami változik. Az első kép azt állítja, hogy amit látunk, tehát ez a fekete vízszintes csík, az a szemből nézete ennek a tárgynak. A második kép, a középső, ugyanezt a dolgot úgy nevezi meg, hogy ez az oldal nézete, a harmadik szerint pedig a felül nézetet látjuk. Én akárhogy is törtem az
a fejemet, szerintem ilyen tárgy a valóságban nem létezik, tehát hogy ez valami abszurd geometria, amit itt látunk, viszont klasszikus konceptuális mű, amennyiben a verbális tartalom az, ami igazán a látványt átírja, és arra készteti a nézőt, hogy fejjel lefelé lássa dolgokat valahogy úgy, ahogy Rabócki Judit teremtménye. Sinkovics Ede egy egész kis installációval várja a látogatókat. Tőle nem szokatlan módon meglepő anyaghasználat, meglepő motivumok társítása jellemző rá. Sinkovics Ede egyébként is szeret kokettálni a klasszikus műalkotásokkal. Az elmúlt években kifejezetten jellemző volt rá, hogy újrahasznosított anyagokból írt át, parafrazeált klasszikus műveket. Ezek közül talán az egyik legismertebb az, ami Botticelli Vénusz születését írta át, de Delacroix Szabadság vezeti a népét című művére is készített ilyen átiratot újrahasznosított anyagokból. Ahogy egy interjúban megfogalmazza, számára a nyersanyag üzenet, tehát az az anyag, amit használ, az önmagában jelentéssel bír, sőt talán a mű elsődleges jelentését hordozza. És még egy mondatot hadd idézzek tőle. Egy szemétdomb nekem olyan, mint egy hulladék second hand, egy gyönyörű színekből álló paletta. Ez a műve is, ami egyfajta házi oltár, címe szerint is, ilyen újrahasznosított anyagokból készült. Két oldalt egy-egy pisilő puttót, amorettet, vagy manekken figurát láthatunk. Ezek az alakok abszolút barokk mintákat imitálnak, öntvények, tehát szembe mennek az eredeti tárgyalkotás kultuszával, és az anyagok pedig ipari kender. Sinkovics Ede minden létező fórumon elmondja és hirdeti, hogy a kender felhasználása, úgy gyógyászati, mint művészi felhasználása milyen előnyökkel jár. Tehát a kender használata ebben az esetben egy tüntető, demonstratív gesztusnak is tekinthető. Ez a két öntött, belülről üres kis puttó övezi ezt az installációt két oldalról, az egyikük plexibe zárva jelenik meg, mintha egy komolyan védendő műtárgy lenne, és középen pedig egy szintén kincsértékű műtárgyat imitáló arany keretben jelenik meg egy kompozíció kollázsos, különféle talált papír fecnikből. A cím töredék szerint, meg úgy egyébként is, hogyha az ember jól megnézi, akkor kirajzolódik, hogy itt egy léda jelenet tűnik föl. Tehát az egész egy ilyen áterotizált jelentést is kap a pisilő puttókkal együtt, és alul pedig ezzel ebben az összefüggésben valamiféle maszkulin szimbólumként értelmezhető focilabdával és teniszlabdákból szőtt különös alakzattal, amire nehéz úgy ránézni, hogy manapság ne a vírus jusson az embernek az eszébe, vagy a vírus valamilyen absztrahált formája. De maga ez a sportolásra ebben a formában alkalmatlan tárgy is újrahasznosított anyagokból készült, parafadugókból, teniszlabdákból és focilabdából. Király Gábor több festményen is szerepel a kiállításon. Bizonyos szempontból ő a klasszikus mesterekhez hasonlóan építi évek óta a magán mitológiáját, amiben olyan, mintha egy képzeletbeli képregény figurái kelnének életre, vagy egy regény szereplői, drabális, nagyméretű, torz, gnómszerű alakok, akikről hajlandósak lennének azt mondani, hogy valamiféle ős mítosz, archaikus szereplői. A kisképek között van olyan, ami például egyenesen Tóth Menyhért darabos, paraszti figuráira emlékeztet.
A korábbi képein egyébként Király Gábornál jellemző volt ez a mitológikus, archaizáló színezet, és egyáltalán az, hogy a archaikus paraszti létformához kapcsoltak ezek az alakok. Erről a pingpongozóról ez kevésbé mondható el, de az egész megjelenése ezzel a maszkszerű ábrázattal, ezzel az animális arccal, ahogy szinte szétfeszíti a keretet, az nagyon jellemző Király Gábor figuráira, és a festés módjára is jellemző az elmúlt években ez a nagyon gazdag faktúra, amivel dolgozik, visszakapart, visszacsiszolt felületek, ami a képnek egy ilyen különleges történetiséget, időbeliséget kölcsönöz. Bálint Ádámtól egy különleges fotósorozatot láthatunk. Bálint Ádám elsősorban festőként ismert talán a kortárs művészet ismerői számára. Lírai, absztrakt, akvarelleket készített a elmúlt években az EKRI Akvarell Biennálén is több alkalommal sikerrel szerepelt. Most viszont meglepő módon egy fotósorozatot látunk tőle, sőt tulajdonképpen egy konceptuális fotósorozatot. Minden egyes kép egy-egy óriás plakátot ábrázol, ugyanabból a nézőpontból, ugyanabból a beállításból, és mindegyik óriás plakát üres felületeket mutat, amiben egyrészt benne van ezeknek a üres, többszörösen visszacsiszolt, visszatépet felületeknek a lírája. Hiszen ugye tudjuk, hogy a 45 utáni festészetben voltak olyan M-formel jellegű irányzatok, amik nagy örömüket lelték ezekben a palimpszest-szerű képrétegekben. De túl azon, hogy gyönyörködünk ezekben a lírai absztrakt felületekben, az egésznek van egy erős elég erős konceptuális üzenete is, hiszen az óriás plakátok jellemző teremtményei a fogyasztói társadalomnak, mint egy ilyen természeti objektumokként nőnek ki a táj mindenféle pontján, beleégtelenkedve a természeti tájba. A feladatuk pedig az, hogy ordítva, kiabálva a fogyasztásra serkentsenek minket. Ezek a képek viszont pont azért izgalmasak, mert pont ezt a funkciójukat vesztették el ezek az óriás plakátok. Nincs üzenet, nincs fogyasztásra buzdító, erőszakos képiség, hanem voltak éppen ebben a formában már semmi egyéb funkciók nincs ezeknek a tábláknak, mint hogy kortárs művészetként értelmezzük őket, és csak a felületek ürességének ürességében gyönyörködjünk. Bálint Ádám voltak éppen erre a jelentésváltozásra is felhívja a figyelmet ezzel a sorozatával. Végül az utolsó kiállításon bemutatott művész Andrássy Edina, aki eredetileg keramikusnak tanult Glasgow-ban, Pécset, dolgozott a Zsolnai és a Helendi gyárnak is, a technikailag rendkívül felkészült alkotóról van szó, aki láthatólag nagy örömét leli abban, hogy felszámolja a technikához kötődő hagyományos eljárásokat, metódusokat. Pont az a célja, hogy valahogy újra gondolja azokat a kereteket, amiket rendszerint a kerámia tárgyakhoz társítunk. Az itt kiállított együttese, ami ivó csészéket és tányérokat ábrázol. Ezek tulajdonképpen még a hagyományos használati tárgyak keretein belül maradnak. Vannak neki olyan sorozatai is, ahol kifejezetten azzal játszik, hogy kibillenti a egyensúlyukból ezeket a tárgyakat, és arra készteti a nézőt, hogy kreatív módon fogja meg és használja ezeket a tárgyakat. Egyébként ezeken a tárgyakon nagyon szép természeti asszociációt keltő fél absztrakt színes díszítmények vannak. Egyébként a Riprónainak is vannak hasonló jellegű
festett tányérjai még a zsolnai időszakból. A másik alkotása Andrássy Edinának pedig a papírporcelán jellegű munkáihoz, a Luminóza sorozatához kapcsolódik. Nehéz megállapítani, hogy minek is lehet műfajilag nevezni ezt a látványt, hiszen nyilván nem használati tárgy, inkább szoboralkotás, valamiféle organikus forma, bájos, játékos, ugyanakkor funkcionalitása is van, hiszen világító testnek is alkalmas. Azt gondolom, olyan tárgy ez, ami egy picit a lufi bábokra is emlékezteti a nézőt, egy ilyen növekvőben levő test, ami egyszerre értelmezhető autonóm műtárgynak és funkcionális szobadísznek. Sajnos nem tudom, hogy azok, akik ezt a videót nézik, lesz-e majd alkalmuk eredetiben látni ezeket a műtárgyakat, de abban biztos vagyok, hogy az Artus lakóival és alkotóival még majd fognak találkozni jövendőbeli kiállításokon is. Köszönöm szépen a figyelmet!